vagyok a Déri Múzeum művészettörténésze, és az én munkakörömhöz tartozik a Munkácsi trilógia darabjainak gondozása és ismertetése. Sajnos ma egy szomorú eseményre került sor. A Munkácsi Krisztus Pilátus előttet vissza kell szállítanunk a kanadai Hamiltonba, ugyanis a kölcsönbéleti szerződésünk határideje lejárt, és a szerződés kötelez bennünket arra, hogy vissza kell szállítani a művet. Egy esetben nem kellett volna visszaszállítanunk, ha megvásárlásra kerül a mű. Ez sajnos még nem sikerült, de bízunk benne, hogy egy sikeres tárgyalásokat követően vissza fog kerülni hozzánk ismételten ez az alkotás. Ami szomorú az az, hogy minden szállítás nagyon-nagyon nagy körültekintést igényel, és hát mindig benne van az esetleges sérülés lehetősége, és ha ez a vásárlás létrejött volna, most nem kellett volna kitenni az alkotást egy ilyen tortúrának. De bízunk benne, miután restaurátorok követik nyomon a festmény csomagolását, elszállítását, bízunk benne, hogy épségben megérkezik, és néhány hónap elteltével, mint ahogy ígérték, vissza is kerül a Déri Múzeum Munkácsi termében. Emlékszik még az első találkozására a képekkel? Igen, hisz sok emlék fűz hozzá, hisz akkor kerültem gyakornokként a Déri Múzeumba, és a múzeumi gyakorlat során első feladatom volt az Exe Homo című mű elemzése. Akkor még ez az egy mű volt még itt a Déri Múzeumban, de abban az évben néhány hét múltával az Golgota is megérkezett. Majd a következő gyakorlati időszakomban pedig a Krisztus Pilátus előtt érkezett meg Kanadából, és első között láthattam együtt ezt a három művet, hisz aktívan részt vettem a festmény körüli rendezvények szervezésében. Eszkürti Katalin Déri Múzeum immár nyugalomba vonult művészettörténészének segítette meg port. Most az elmúlt pár napban, mióta ugye kiderült, hogy vissza kell vinni a festményt, gondolom itt töltötte a legtöbb időt a Munkácsi teremben. Milyen hangulatot tapasztalt? Valóban több tálatvezetés is tartottam, és végig itt voltam a hosszított nyitvatartás, illetve a múzeumi nyitvatartás ideje alatt. Mindenki nagy-nagy szomorúságát fejezte ki, már az, annak ellenére is, hogy ugye ígéretet kaptunk arra, hogy már nyár végén visszakerül, de ők is átérezték, hogy mekkora veszélynek van kitéve ez a mű. Tehát értetlenül fogadták, hogy hisz létrejött egy értéktárprogram, és annak keretében miért nem tudták megvásárolni ezt a művet. Érdemes lenne belelapozni a vendégkönyvünkbe, amelyben megtalálható azok a gondolatok, amik a közönség köreiben megfogalmazódtak. Mindegyik arról szól, hogy a magyar államnak fel kell vállalni a mű megvásárlását, illetve a művek együttes bemutatásának lehetőségét meg kell teremteni, és ez, ha lehetőség van rá, ez a Déri Múzeumban kell megtörténni. Ez a Déri Múzeumnak ez a három alkotása egy olyan műtárcsoportja volt, amely, ha valaki azt mondta, hogy Munkácsi trilógia, mindenki a Déri Múzeumra gondolt, és nagyságát tekintve sorolható a Nagy Templom Református Kollégium kulturális emlék művei mellé. Pálk Imre úgy fogalmazott, hogy ez a magyar kultúra gyásznapja. Egyetért ezzel? Teljes mértékben egyetértek. Nagy szomorúsággal vettük mi ezt tudomásul, hogy mégsem sikerül ezt a művet itt tartanunk. Mindenki lényegében sikertelenségnek tarthatja azt, hogy ennyi idő alatt nem sikerült megállapodni a mű Debrecenben tartása körül. Ugye arról van szó, hogy egy jogszabály hiányzik ahhoz, hogy meg tudják vásárolni ezt a művet. Esetleg a Déri Múzeumnak volt már abban sikere, hogy külföldi művet vásároljon? Vagy egyáltalán a magyar állam vásárolt már külföldi művet? Lehet erről valamit tudni? Nem szakmai hátteréről ennek a történetnek? Az igaz, hogy azt nem tudjuk, hogy a munkácsi alkotásokkal kapcsolatban milyen szabályokat kell hozni annak érdekében, hogy ezt a művet megvásárolhassa a magyar állam, de korábban azért a Déri Múzeum is vásárolt néprajzi emlékanyagot Erdélyből, tehát úgymond külföldről.
de az országos múzeumok is folyamatosan jelen vannak a külföldi aukciókon, és vásárolnak és gyarapítják gyűjteményüket az odaillő darabokkal. Meg tudja fogalmazni az érzéseit a mai nappal kapcsolatban? Hát mindenképpen elérzékenyültem, amikor a festményt leemelték a falról, de miután sajnos semmit nem tudunk már tenni most jelen esetben többet annál, mint hogy a lehető legkörültekintően előkészítjük a művet a szállításra, bízva abban, hogy nem sérül az alkotás. És most már innentől fogva csak az az egy feladatunk van, hogy bízunk benne, hogy a tárgyalások sikeresen lezajlanak, ahogy a polgármester úr is ígérte, és néhány hónap múlva ezt a művet immáron itt köszönhetjük újra a Déri Móra Múzeum falai között. Köszönöm szépen!